Tedeumra gyűltek össze a székesfehérvári egyházmegye papjai és hívei a Székesegyházban, hogy Spányi Antal megyés püspök vezetésével és Takács Nándor nyugalmazott püspökkel együtt köszönjék meg 16. Benedek pápa péteri szolgálatát. A hétköznap ellenére a hívek sokaságával megtelt bazilika mutatta, hogy Benedek pápa áradó szeretete megérintette az emberek szívét, kicsikét és nagyokét, ahogy a megyés főpásztor is megfogalmazta. A püspök méltatta a Szentatyát, akinek különleges értelmi képességeket, hatalmas tudást, a szellemi élet sok-sok adományát adta a mennyei atya. Benedek pápa az egyháznak egészen biztos, hogy a nagypápáinak a sorába írta be a nevét, azokkal az enciklikákkal, amelyeket kiadott, az ő könyveivel és írásaival, tanításával, az egyház hivatalos tanításának értelmezésével, a mai ember problémáira adott korszerű válaszával egészen biztos, hogy az egyik legnagyobb pápája az egyház történelemnek. De az ő embersége, az ő tanúságtétele, szeretete, közvetlensége ugyancsak olyan emberi tulajdonságok, amelyek méltóvá teszik őt arra, hogy a nagypápák sorába iktassuk, és a nagypápákkal együtt emlegessük őt. Hittel kell nézni az ő tevékenységét, az ő tanúságtételét, szolgálatát, és akkor értjük meg azt a küldetést, amelyet ő Istentől kapott, Istentől elfogadott, és amelyet, amíg csak ereje engedte, hűségesen és következetesen teljesített. Spányi Antal püspök értékelve a Szentatya lemondását elmondta, a pápa ezzel is a hitéről tett tanúságot, amikor ezt a nehéz döntést megtette. Csodáltuk II. János Pál hősies szenvedését, melyet megmutatott a világnak, de csodálnunk kell 16. Benedek hitét is, aki az imádság erejével, alázattal, a világtól való elvonultsággal is szolgálja a hívők közösségét, az egyházat. Láttuk, hogy a Jóisten találta helyére egy egészen más típusú embert, de aki épp úgy tudta maga küldetését teljesíteni, aki épp úgy meg tudta szólítani a tömegeket, akinek épp úgy volt mondandója és volt eszköze, hogy az emberekhez az üzenetet el tudja juttatni. Megszerették őt, talán még többen jártak Rómába zarándokok, mint II. János Pál pápa idején. Fontosnak érezték, hogy figyeljenek az ő tiszta és világos következetes tanítására, és hogy megérezzék az ő személyiségéből áradó hitet, nyugodt erőt és békességet. Valóban szerették, szeretettel vették körül, és ilyen szeretettel kísérik őt most imádságban is sok-sok millióan a keresztények a világon mindenfelé. A megyés főpásztor a szentmise végén arra kérte pap testvéreit, hogy imádkozzanak közösen az új szentatyáért, megválasztásáért, különösen is a konklávé, a pápa választó kúriának, bíborosi testületnek ülésekor. A szentórákat, szentségimádásokat ajánlják fel erre a szent célra. Kérte, hogy a vasárnapi szentmiségben az egyházmegye minden templomában, a hívek könyörgésében imádkozzanak az új pápáért.